Rendhagyó volt az idei Agromas Expo a Hardi számára is. Ugyanis a megbízhatósága és innovációi miatt is népszerű márkagépeit nem láthatták a kiállítás látogatói. Forgalmazóink a Dorkel Kft. És az Agroáz is, ők mind a ketten megfosztagok, és a szövetség döntése alapján ők szolidarítanak velük, és emiatt nem állítanak ki, hiszen a vírusjárvány a való tekintettel és a kollégák egészsége érdekében is ez a döntés bizonyult a legbiztonságosabbnak számukra. Bár a kiállításon nem vehették szemügyre a termelők a Hardi újdonságait, de az idei évre is számos innovációt tartogat a gazdálkodók számára a vállalat. Ezek közé tartoznak új permetezőgépek, az önjáró permetezőgépünk faceliftje, és egy új fúvókával is szolgáltunk a kedves érdeklődőknek. Cene Máté szerint az új önjáró permetezőgépük számos olyan újdonsággal szolgál, ami kényelmesebbé, még biztonságosabbá teszi, valamint megkönnyíti a gazdálkodók munkáját. Igazából ez egy facelift, tehát ami azt jelenti, hogy a gép külső jegyeiben is megújult, természetesen, mert a technikai paraméterekben is változás történt, mint például a permetezőgépnek a felfüggesztése is megújult, ennek a komfort és a biztonság, illetve a biztonságosabb használat volt az oka. Természetesen, mert olyan kényelmi funkciók is beépítésre kerültek, mint mostantól az általunk használt turbofiller vegyszerbe keverő egység hidraulikus és elektromosan vezérelhető, illetve a fülkében található, korábban külön vezérlőről működő hidraulikus nyomtávállítás, ami egy opciós tétel gépeinknél, mostantól integrálva állnak rendelkezésre az izobuszos monitorokban. Tehát ezzel is csökkentve a monitorok szállt a gépben, hiszen ez egy folyamatos igény az elmúlt néhány évben. A Hardi Magyarország értékesítési vezetője kiemelte, nagy az érdeklődés a márka gépei iránt. Azt tapasztaljuk, hogy felpezsdült a piac, ugye ennek nagyon nagy szerepe van a támogatásoknak, ahol én szeretném is kihangsúlyozni, illetve kérni a kedves gondolkodó gazdákat, hogy próbálják meg minél előbb dönteni, hiszen a készleteink végesek, hála az égnek az ügyfélkörünk közül nagyon régi, visszatérő vásárlóink, ők ragaszkodnak az általunk nyújtott minőséghez, az általunk elkészített gépekben mindig az innovációt keresik, a megbízhatóságot természetesen, és ezáltal nagyon ragaszkodnak a márkához is, hiszen akinek ez bevált, ők nem szeretnének váltani. Cene Máté elárulta, bár az Agromas Expo-n nem találkozhattak a gazdálkodókkal, de Mezőfalván a NAK-napokon szeretnék bemutatni a Hardi újdonságait a termelőknek. Emellett erre az évre egy látványos gépbemutatót is terveznek.